Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ebben a videóban. Szerelmi helyzetkép következik a tarókártya segítségével, és a jelent vizsgáljuk meg részleteiben, illetve a jövő energiáját megnézzük röviden. A második részben pedig a szerelmi helyzetkép a jövőről, ahol a jövőt nézzük meg egészen részletesen, illetve hogy mit tanácsol a kártya, a jövőben neked mi az, amit érdemes tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, hogy változzon az, amit esetleg változtatni szeretnétek. A második részt a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitó Prémium csoportban, illetve a Prémium előfizetéses tagok láthatják itt a csatornán. Várok sok szeretettel mindenkit! Egyéni elemzésekre is jöhettek, egyéni elemzések nagyon részletesek és személyre szabottabbak, sokkal inkább, mint a, az általános elemzések. Hogyha kevésnek érzitek ezeket az általános elemzéseket, akkor érdemes az egyénit kérni. Theta Healing oldásra is várlak benneteket szeretettel, hogyha olyan blokkot, elakadást éreztek, amit nem tudtok egyedül megoldani, a Theta Healing oldással nagyon hatékonyan át tudjuk alakítani az érzéseket, ki tudjuk cserélni, és segít a tovább lépésben, az elengedésben, az új megtervezésében, megteremtésében is, kapcsolati blokkok esetén is nagyon hatékony tud lenni hogyha komolyabb elakadás blokkot éltek meg, hogyha úgy érzitek, hogy már próbáltatok több módszerrel, de nem jött össze, hogy megváltoztassatok bizonyos helyzetet, elengedjetek egy szituációt, vagy megteremtsetek valami újat, akkor jelentkezhettek a mentor programra. A mentor program során hét alkalommal beszélünk, csinálunk Theta Healing oldásokat, regressziós utazást, megnézzük kártyán az adott helyzetet, és mindenféle egyéb eszközzel is segítelek benneteket, hogy ez az, az adott változás az létre tudjon jönni. Ez lehet párkapcsolati elakadás, lehet munkahelyi téma, lehet pénzügyekkel kapcsolatos téma, ami neked most a legfontosabb. Ez egy tartós együttműködést jelent, én minden eszközzel, tudásommal támogatlak ebben a folyamatban, folyamatosan kapcsolatot tartunk, és így oldjuk meg több oldalról megközelítve azt az adott elakadást, problémát. E-mail címen vagy Messengeren keresztül tudtok jelentkezni, illetve érdeklődni, hogy hogyan, milyen módon zajlik, mik a feltételei ennek a programnak. Várok, sok szeretettel mindenkit! Nézzük akkor meg, és először itt a jelen helyzetet fogjuk. Megvizsgálni. Először azt nézzük, mik a mostani energiák ebben a kapcsolatban. Gondolja, szeretett személyre, a párodra. Botok 10-es, kardok 9 és a kardok királynője. <kül> Jelenleg egy nagyon nehéz helyzetben van ez a kapcsolat, itt energiákban a nehezítettség az lehet lelki nehézségek, lehet fizikai, lehet túlterheltség, illetve nagyon erősen ott van a gondolatok, a negatív gondolatok, illetve a távolságtartás, a hűvösség, amikor az érzelmek nem igazán mutatkoznak úgy meg, a kardok királynője az lehet teljesen tudatosan is ilyen távolságtartó, hideg, illetve a független királynőt is jelenti, amikor fontos a függetlenség, az, hogy saját életünket irányítsuk, és ez okozhat egy nagyon nehezített állapotot. Kire vonatkozik ez a távolságtartás? uralkodó lapja, inkább a férfi részéről van egy ilyen nagyon racionális irányító törekvés, amikor inkább az észérvek alapján irányítjuk a dolgokat, és ragaszkodás is lehet ahhoz, ami a biztonságos, ami a stabil. Ezt még erősítheti a korlátozó gondolatok, hogy mi az, amit megtehetek, mi az, amit nem tehetek meg. Tehát összességében itt úgy tűnik, hogy sok minden akadály van a gondolatokban, a gondolkodásban, itt a kapcsolattal összefüggésben. Nézzük a párodnak a, az általános érzéseit, hogy ő hogy érzi most magát. Az erőlapja a kelyhek 9-es, illetve a Kejhek 8-as lapja, Kejhek 9-es fordítva van, tehát nem nagyon tudja megélni az igazi felszabadult érzéseket, van benne szenvedély, de úgy érzi, nagyon erősnek kell lenni ahhoz, hogy, hogy ezt a helyzetet úgy igazából tudja viselni. Eltávolodás, érzelmi eltávolodás úgy érzi, hogy hátat kell fordítania, hogy tovább kell mennie, és ehhez is erő kell neki. Tehát ott van a, az érzelmeiben az eltávolodás, az elszakadás, a szomorúság érzése, az, hogy elnyomja az érzéseit, és ezt te ugye távolodásként élheted meg. Irántad, mit érez a párod? Botoklovagja, nagyon szenvedélyes érzelmei vannak, amik mély érzések egyben, főpapnő, és hosszú távon tartósan ott vannak, vagyis irántad való érzéseiből kiderül, hogy fájdalmas neki ez az eltávolodás, de úgy érzi, hogy erősnek kell lennie, és meg kell tennie, ez nagyon nehezített a számára. Miért érzi ezt így ő? Elsősorban logikus megfontolásból, az látszik a, az előző lapokból. Mi van ez mögött, amiért ő így érzi? Remete lapja úgy érzi, hogy ez az ő igazi útja, ez a visszavonuló állapot, hogy csak saját magára figyel, hogy nem enged be az életébe ez miért van. Nem bízik a sikerben, nem bízik abban, hogy sikerülhet megvalósítani itt a kapcsolatban a továbblépést, a fejlődést. Ugye a nyilvánosan felvállalt kapcsolatot jelenti a botokhatós, itt fordítva van, tehát, hogy nem bízik abban, hogy itt legyőzhetők azok az akadályok, amik úgy érzi, hogy ott vannak, amin úgy érzi, hogy nem tud változtatni. Ami nehezített. Itt a távolság is lehet egyébként nehezítő körülmény, amit úgy érzi, hogy nem tud közeledni. Aztán lehet a feladatok, a munka az, ami hátráltató tényező lehet. Minden esetre azt érzi, hogy neki könnyebb ezt egyedül önmagában. Mert nem biztos, hogy sikerülhet. Sok negatív gondolata is lehet, ami nem is valós, hanem rosszabbnak látja a körülményeket, mint amilyenek azok valójában. Hogyan gondolkodik kettőtök kapcsolatáról? Általános érzelmi állapota, elég szomorú gondolkodása. Érmék királya nagyon racionális kelyhek lovagja, és a kelyhek hetes lapja. Földhöz ragadnak is szokták mondani az érmék királyát, mert nagyon ragaszkodik a rutinhoz, tehát nehezen lép ki a megszokott kerékvágásból. Kelyhek lovagja azt jelenti, hogy sokat gondolkodik azon is, hogy hogyan lehetne közeledni, bár ez azért még nem egy ilyen tartós, állandó állapotot jelent a kelyek lovagja, mert a lovagok változtathatnak, illetve kejhek hetes van mellette, tehát ott van mellette az álmodozás is, hogy most melyiket is válasszam, ami a határozatlanságra is utal. Tehát egyrészt ott van ez a nagyon határozott érmék király, aki nehezen változtat, és ott van a hetes, ami az abszolút változékonyságot jelenti, a kettősséget jelenti. Tehát ilyen hangulat ingadozásai is lehetnek, amik ebből fakadnak, ebből a fajta gondolkodásból. Hogy hogy úgy gondolja, hogy csak a megszokottat lehet, hogy nem lehet kilépni abból, ami a ami a megszokott, amit ő tud irányítani, hol pedig ott vannak az álmok, vágyak, hogy ezt és azt is szeretném megvalósítani, csak éppen annak meg nincs reális alapja. Tehát változóak a, a gondolatai. Mire vágyik legjobban? Kardok ásza, a botok nyolcas a megoldásokra vágyik leginkább. Arra, hogy jöjjön olyan ötlet, gondolat, ami által átalakul minden, ami által egy új megszülethet, ezt megint csak látszik, hogy logikus módon szeretné ezt így kigondolni, hogy mi lehet itt a megoldás illetve a botok nyolcas, hogy maguktól is változzanak meg a körülmények. Szeretné a kommunikációt is kettőtök között, nagyon vágyik arra, és olyan hírekre is vágyik, amik által át tud alakulni az egész helyzet. Kelyek hetessel együtt ez azért azt is jelenti, hogy kívülről várja a megoldásokat, hogy majd, majd jön az információ, majd jön a változás, és akkor majd átalakul minden. És miben várja ezeket a megoldásokat? hogy az új élet el tudjon kezdődni, hogy minden meg tudjon változni, hogy minden át tudjon alakulni. Végítélet lapjában ugye az a nehézségeket még le kell győzni, még, még túl kell jutni azokon az akadályokon, amik még vannak, amire egyébként minden mód és lehetőség megvan, és tudás is megvan hozzá, és akkor tud jönni az a teljes átalakulás, viszont ugye itt a megoldásokat keresi, Sokszor átmehet ez ilyen, ilyen agyalásba, hogy akkor hogyan is lehet ez, meg miért nem lehet ez. Inkább a logika, inkább az elme alapján próbálná meghatározni. Ettől várja a teljes megújulását a kapcsolatnak. Mik az ő legnagyobb akadályai? Legnagyobb akadályai elsősorban az, hogy nem tesz, nem cselekszik szenvedéllyel, nem tesz újat, ragaszkodik ahhoz, ami van. Itt már az érmék királya is azt mutatta, hogy nem változtat úgy, ahogy kellene, nem lép ki a rutinból, és ezáltal nem is tud magasabb szintre emelkedni ez a kapcsolat. Nem tanul az előzményekből, azt is lehet mondani. Tehát az előző tapasztalatokat nem veszi figyelembe, nem változtat, nem vállalja fel azokat a helyzeteket, amik kényelmetlenek lennének számára. És ez mind-mind akadályozza, hogy az az új megszülethessen. Inkább azt választja, hogy eltávolodik, távolságot tart. Ahelyett, hogy közeledne és azért tenne, azért az új életért, amire egyébként vágyik. Csak, mintha megfutamodna inkább, nehéznek tartja a változást, nehéznek tartja azt, hogy kimondja az igazságot, felvállalja és utána tegyen érte. És nézzük a jövő energiáit. tervezgetés látszik itt a jövőben, illetve az, hogy még nem vállalja fel azokat a problémás helyzeteket, amik most látszódnak itt a jelenben is, és nem tud még elindulni az, hogy lezárja teljesen a múltat, és egy újat kezdjen, hogy előre lépjen. Ehhez kéne az, hogy szembenézzen a problémákkal. Itt az mutatkozik, hogy nem változtat, nem lép tovább a jövőben nem vállalja fel ennek a nehézségét. A tervezgetés az ott van, de ez nagyon bizonytalan. Az érmék apródja az tényleg csak a, az előrenézés, a bizonytalan jövőnek a vizsgálata az, ami látszik itt nála. Ez volt az első része ennek a kapcsolati helyzetképnek a tarókártyából. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és akkor a második részben megnézzük részletesen a jövőt, amit a előfizetéses Facebook csoportban, vagy itt a prémium csatornán láthattok, várok oda mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmet, további csoda szép napot kívánok!